A Nemzetközi Nőnap a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak ünnepe. Az első eseményt 1909-ben tartották meg az Egyesült Államokban, akkor még február utolsó vasárnapján ünnepelték a hölgyeket. Március 8-ára 1913-ban került az időpont. Erről Tolnavárosban sem feledkeztek meg, vagyis a vándorló szépkorúak baráti köre biztosan nem. A hölgyeket köszöntjük ma, immár ez a második alkalom, tavaly volt az első, akkor 31 néhányan voltunk, de most nagyon-nagyon sokan vagyunk, 95-en vagyunk. Meghívtuk a Árpád utcai idősek tagjait is, akik nap mint nap hazajárnak, csak napközben vannak ottan. 90%-a hölgy, és úgy gondoltuk, hogy őnek is egy nagyon szép napot fogunk szerezni ezzel a mai ünneppel. 65 hölgy jelezte, hogy eljön. De nem csak kimondott a hölgyek, minden csoportársunkat szeretettel vártuk, most a férfiak tesznek, dolgoznak a hölgyekért, megérdemlik, olyan sok szépet, olyan sok jót adnak nekünk, ők gondoskodnak minden nap rólunk. Gyermekeink, anyjuk, nagymamájuk, unokáinknak, ez a nap az övék, őnekik kedveskedünk. Ma egy disznótoros fog lenni, decemberben vágtunk egy nagyon szép disznót, és abban még mindig van sült kolbász, sült hurka lesz, különböző hidegtálak, sajtál lesz, füstölt kolbászokból is csináltunk különböző hidegtálakat, párolt káposzta, kétfajta párolt káposztával kedveskedtünk, krumplisalátával, és majd meglepetésképpen nem virággal fogok kedveskedni, vagy a férfi társaimmal nem virággal, hanem egy nagyon finom desszerttel. Az életünk része, mindent őnek köszönhetünk. Ők gondoskodnak nap mint nap rólunk, hogy tiszta ruhában legyünk, tiszta lakásba menjünk haza, meleg étel legyen, a szeretet, a boldogság. Csak őnek köszönhetjük. Nem csak. Én úgy vagyok vele, hogy minden nap a nőkről szól, mindig valamivel kedveskedünk. Egy jó szóval, egy öleléssel mindig kedveskedünk. Főleg él a hölgy csoporttársaim, mindent megteszik értük. A résztvevők nagy örömmel fogadták, hogy gondoltak rájuk a jeles napon. Nagyon meg vagyunk ellepődve, tényleg. A szép terítés, meg minden nagyon, nagyon szép. Ritkán van ilyen meglepetésben részünk, szerintem. Akkor feldobták a napját. Igen. Igen. Berta Zoltán alpolgármester Antóni Sándor soraival méltatta a vándorló szépkorúak baráti körének és az idősek klubjának női tagjait. Férfiként be kell, hogy valljam, úgyis, mint fiú, úgyis, mint férj, úgyis, mint két leánygyermek édesapja, hogy mi úgy gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk a nőkről. Mi már megismertük őket. Azonban nap mint nap rá kell, hogy jöjjünk, hogy a nők mindig egy új, egy meglepetés, egy varázslat számunkra. Minden nap tudunk valami újat tanulni a hölgyekről, minden nap tudunk valami újat tanulni a hölgyektől. Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket, kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen. Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni, de szívből tudunk mindezért szeretni. De szívből tudunk köszönet és hála nektek mindenért, a jó Isten áldása szálljon rátok mindezért. Életünkben göröngyös út is vezet. Velünk vagytok akkor is, és nyújtotok kezet. Szeretettel és hálával tartozunk néktek, kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek. Nagyon sokat köszönhetünk mindent, az egész életet, szóval ezt nem lehet hogy csak elmismásolni, mert tényleg a nők, hölgyeknek köszönhetünk mindent. Több mint 100 éve ünnepeljük a nőnapot, és hogy teljesen más volt az akkori nőnap, meg az apropó, ugye ott a női egyenjogúságért folytatott harc miatt indult ez a mozgalom, és most gyakorlatilag én úgy érzem, hogy eltelt több mint 100 év, és most legalábbis ezen a napon talán a tenyerükön hordoznak bennünket a férfiak. Én kívánom mindannyiunknak, most hölgyeket
mondok, hogy mindannyiunknak kívánom, hogy találjuk meg azokat a férfiakat az életünkben. Legyen az a párunk, a szülőnk, a gyerekünk, az unokánk, a szomszédunk, a munkatársunk, vagy az elnök úr, vagy a politikusaink. Találjuk meg azokat a férfiakat, akik bennünket nővé tesznek, mert hogy a férfiak nélkül nincsenek nők, én azt gondolom. Én mindenkinek, aki nő, azt kívánom, hogy a férfiak hordozzanak a tenyerük bennünket, és mi meg fogjuk ezt hálálni, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy akár minden nap nőnek érezhessük magunkat mellettük, hiszen muszáj a férfiakat nekünk is a tenyerünkön hordoznunk. Én azt gondolom, és bízom abban, hogy mindannyian meg is tesszük ezt. Én a magam részéről az én férfiaimat a tenyeremen hordozom. Úgyhogy remélem, hogy ez a szimbiózis, ez örökké fog tartani. Az eseményen részt vett Horváth István, Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki egy-egy virággal kedveskedett a vendégeknek. Én azért jöttem, hogy átadjam nőnap alkalmával Zoltánnak közösen azokat a virágokat, amelyeket ilyenkor mi férfiak megtiszteljük önöket ezekkel a virágokkal. Törekedtünk arra, hogy ezek a virágok itt a Mözsi kertekbe keljenek, úgyhogy Mözsről érkeztek a virágok, és mindig nagy megtiszteltetés ezen az ünnepi pillanatban átadni ezeket a virágokat a hölgyek részére. Én nagyon szeretném megköszönni Jánosnak azt az együttműködést, amelyet az elmúlt időszakban ki tudtam önökkel alakítani. Bíznek egyik projektje volt ugye a Mága koncerten lévő aktív részvétel. Én bízom benne, hogy jól érezték magukat, és ugye az az ígéret, amikor itt Tolnán voltunk egy évvel ezelőtt, akkor ugye Mága Zoltántól én kértem jegyeket, és ezeket szerettem beváltani, és öröm volt számomra, hogy önök nagy számban részt vettek ezen a Mága koncerten. És szeretném a következő kívánságokat is teljesíteni. Ha jól tudom, akkor ősszel jönnek a parlamentbe. Ott mindannyiukat szeretném meghívni, akik ebben részt vesznek. A parlamenti belépés költségeit azt én állom. Ha van arra lehetőség, akkor még a személyes tárlatvezetésben is szeretnék részt venni. A tolnai vándorló szépkorúak baráti körének nőnapi köszöntő programja egy jó hangulatú ebéddel zárult.